Ezúttal egy olyan ősi foglalkozás bemutatásával indítjuk műsorunkat, amely a különféle rendezvényekre számtalan érdeklődő csábít. A solymászat ezeréves hagyományába igyekszünk bepillantani egy olyan helyszínen, ahol a jelenlevők a solymászatról, mint tradicionális magyar vadászati módról hallhatnak információkat. Tulajdonképpen a solymászat egy 0-24 órás elfoglaltság. Itt nincsen ünnepnap, nincs szabadság, nincs karácsony, nincs semmi, a madárral minden nap kell foglalkozni. Abban a pillanatban, ahogy a madarat letesszük, vedlési időszak van, vagy az időjárás esetleg olyan, hogy nem tudunk kimenni vele repíteni, a madárral akkor is foglalkozni kell. Annak a helyét, a takarmányát elő kell készíteni, megfelelő higiéniás körülményeket kell biztosítani a madár részére. Mindenki, aki olyan vadászati módot választ, például az agarászok, akik szintén vadásztársukon egy kutyát választanak, mi vadásztársunkon madarakat választunk, ez nem megterhelő. Ez egy szívből jövő dolog, ezt az ember örömmel, kedvből, nem akarattal, nem muszájból csinálja, mert ha már muszájból kell, akkor annak már nincs értelme, akkor elveszítette a varázsát. Madaram, ő egy vadászsólyom, 8 éves tojó, Ingrid névre hallgat, és ő teljesen imprint, ami azt jelenti, hogy ember nevelte őt, az egyik solymász barátom nevelte, és velem állt párba. Hogyha nem is minden nap, de azért heti szinten elég sok bemutatót tartunk, illetve iskolákban, óvodákban, úgynevezett élő biológia óraként ragadozó madarak segítségével szoktam bemutatni az élő világot, amely körbevesz minket, és ebben természetesen hát az én madaraim a főszereplők, így ők ezt teljesen hozzá vannak szokva, már-már normálisnak tekintik a tömeget, illetve a zajt. Alapjáraton ő az északi sarkkörön él, Grönland, Izland, Kamcsatka, Alaszka, Oroszország északi része, tehát ő ott, mint a színe is, ugye a havasi részhez alkalmazkodott. A vadássólyomból egyébként a hófehértől a bogárfeketéig minden színváltozatban előfordul, picit érzékenyebb a betegségekre is, hiszen ott, ahol ő él, ott a baktériumok, vírusok nagyon ritkán fordulnak elő, ezért egy kicsit kényesebb itthoni tartása, viszont kis odafigyeléssel ez kiküszöbölhető. Nagyon könnyű dolgom volt, mert én egy solymász családba születtem. Édesapám és édesanyám is solymászott, illetve a felmenők között, még nagyszülők között is, keresztülők között is több solymász volt. Onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag lábra álltam, már állatok között nőttem föl, teljesen természetes volt az, hogy állatokkal fogok foglalkozni én is a későbbiekben. A kezemen Teó van, ő egy fiatal madár, most 6 hónapos, egy herisztók, a magyar fordításban herisztéje, herisztőjév is elterjedt. Hát nem imprint madár, ennek ellenére most megmutatta a hangját is. Nagyon-nagyon szépen és tökéletesen dolgozik már a fiatal kora ellenére. Ezt látszik rajta, hogy első éves tóruhában van, ilyenkor még egészen színes, díszes ruhája, hát most éppen nyújtózkodik. Teljesen ellazult és biztonságban érzi magát, annak ellenére, hogy idegenek között van, tehát ebből is látszik, hogy a kiképzés viszonylag jól sikerült, és alkalmas lesz majd a komolyabb bemutatókra is. Mi a solymászatnak, hogyha lehet így nevezni, két különböző részét csináljuk. Én nem vadászom, kifejezetten a bemutatókra képzem ki a madarakat, és inkább ezzel foglalkozom. A vadászatokra inkább csak kísérőként szoktam elmenni, ott pedig édesapám a solymával vesz részt aktívan. Az év első fele a tenyésztőknek, ugye a madarak, fiatal madarak a nevelésével és a tenyésztéssel zajlott. Most az év második felétől ugye kezdünk hozzá készülni mi is az apróvad vadászat. Ugye a mi profilunk ugye a solymászatnál az apróvad vadászat. Szerveződnek a vadászatok, bízunk benne, hogy minden vadászatot meg tudunk tartani az előre meghirdetett programjaink szerint, úgyhogy reméljük, hogy minden a legjobban fog alakulni. A hagyományos vadászati módok megismertetése gyermekeinkkel rendkívüli jelentőségű. Ezt a fontos küldetést végzik azok a solymászok, agarászok, vagy a vadász-íjászat képviselői, akik különböző tradicionális rendezvényeken mutatják be ősi szakmájukat a fiatal generáció számára. Minden szakág tart bemutatókat, minden szakágnak van lehetősége, vagy biztosítanak rá lehetőséget,
hogy ellátogassanak olyan közös rendezvényeikre, ahol az ott jelenlévő solymászokkal, agarászokkal, íjászokkal meg tudnak ismerkedni. Több benyomást szereznek maguknak, mélyebben le tud bennük ez ülepedni, el tudnak rajta gondolkodni, nyilvánvalóan mindennek van előnye, van hátránya, meg kell ismerni az előnyét, meg kell ismerni a szép oldalát, annak fényes oldalát, de ugyanakkor nem szabad eltitkolni az árnyékos, a nehéz oldalát is. És ebből idővel le fogják tudni szűrni azt a konzekvenciát, hogy szeretnének vele foglalkozni, vagy ha nem is, de támogatói, szimpatizánsai maradnak, ezeket figyeljék, kövessék, járjanak el minél több rendezvényre, legyenek nagyon sokat a szabad levegőn, élvezzék a fiatalságukat.